Már az utolsó tanítási napokat tartják, a diákok és a pedagógusok is a tanév végére készülnek, a nyári vakációt tervezik. Voltak, akiknek már határozott programjai vannak a szünetre. Én legelőször el szeretnék menni horgászni, aztán még ma nyaralni is szeretnék. Megvan a terv, hogy hol fogtok nyaralni? Hát még nem, hanem majd anyáikat megkérem, hogy nyaraljunk egy kicsit majd a Balatonnál. Én a kis cicámmal fogok játszani és etetni fogom, és majd el fogunk menni Szentkúthoz, és ott majd sokat fogunk imádkozni, meg játszani, meg kutyázni. Én is legbiztosabban Balatonhoz megyünk majd, fogadtunk be egy cicet, és bele fogunk játszani igazából. Megyek majd a strandra, megyek majd Egerbe, ott alszok egy napot, megyünk majd a Balatonra, meg még fagyizunk, megyünk majd még a strandra is. Megyek ebbe az ötös iskolás nyári táborba, én megyek egy kézilabda táborba, a Balatonhoz, meg egy aerobik táborba is. Én is oda megyek, ahova Gréti, és táborba, mamáékhoz is megyek. A táborban remélem a tanárnénik nagyon kedvesek lesznek, és szerintem azok is lesznek. Az osztályozó értekezletek már lezajlottak, június végéig azonban még rengeteg papírmunka várja az osztályfőnököket, tanárokat, tanítókat. Kemény munkával telnek az utolsó hetek, utolsó napok. A gyerekek éves munkájának értékelésén már túl van a tantestület, tehát már tudjuk, hogy kik lesznek azok a gyerekek, akik kimagasló eredménnyel az iskola hírnevét öregbítették, illetve saját maguk, szüleik és tanáraik részére elismeréseket szereztek ebben a tanévben. A gyerekek 2,5 hónapig pihenhetnek, a pedagógusok számára azonban nyáron sem áll meg a munka. Táborba mennek a pedagógusok, továbbképzésekre fognak menni, rendezik az iskolát, rendezik a szekrényeiket, a dokumentumaikat, készülnek a következő tanévre, és reméljük, nagyon remélem, hogy pihenni is fognak. Részt fogunk venni egy lelki gyakorlaton augusztusban, 3 napos lelki gyakorlaton, ami most már úgy mondom, hogy hagyomány, mert tavaly is voltunk. Részt veszünk egy katolikus találkozón Pilinybe, ahová gyerekeket is viszünk magunkkal, körülbelül egy 40 gyereket fogunk elvinni, úgyhogy ez is, és még azon kívül, hogyha az atyának szüksége van a segítségünkre a nyár folyamán, akkor ott is ott vagyunk. A 2012-13-as tanév szeptember 3-án kezdődik majd.